Szépséges jó napot kívánok mindenkinek, én Nagy Benedek vagyok, és itt van velem hű műsorvezetőtársam, Nagy Dani. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a TV2 Playről és a Döbik FM YouTube csatornáról. Beni, egy jubileumi számhoz érkeztünk. Valóban, minden adás különleges, de ez most különösen, ugyanis ez a tizedik, wow! És készültél valami ajándékkal? Készültem, de otthon maradt. Ez az egy dolgod volt, édes öcsém. Hoppá. Nagyon örülünk, hogy az előző élőadás ennyire tetszett nektek, és ígérjük, hogy lesz még ilyen, és hát elhangzott egy nagyon bátor ígéret tőlem. Bátor, igen. Nagy Dániel azt mondta, hogy ha két héten belül, azaz április 7-ig elérjük a 100 000 feliratkozót a Döbik FM YouTube csatornán, akkor csinálunk idén egy zenét, amiben ő maga hegedülni fog. És hát muszáj bátorítanom titeket, hogy iratkozzatok fel, mert ez azért egy kicsit így mutatja, hogy tetszik nektek a munkánk, de azért meredek lenne egy saját zeneszám. Szóljatok mindenkinek, annak, akit ismertek, és annak is, akit nem, el kell érjük, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hegedül. Ha lemaradtatok volna erről a 9. élő adásról, a Döbik FM YouTube csatornán megtekinthetitek, és hát azért voltak benne exkluzív videók, mint például, hogy Benő üzent az Anna babáról, amit róla csináltak. Valamint hallhattunk Máté olimpiai felkészüléséről. És kiderül, hogy Ricsi taxizik-e még. Tatabányán be tudtok-e ülni mellé egy taxiba? Egy kis Exatlon élmény kulisszákba bele tud-e vezetni titeket? Én amúgy úgy mennék Tatabányára. Na de a mai adás még egy másik szempontból is nagyon különleges, ugyanis egy sztár vendégünk lesz ma, aki valószínűleg jobban csinálja az eddigieket, mint ahogy a mi. Kicsit izgulunk is emiatt. Na de ki is ez a vendég? Nagyon különleges viszony fűzte egy diszkógömbhöz, volt már ninja és imádja a banánturmixot. Valamint gyermekkorában balerina akart lenni, a kisfia pedig imádja élhal az Exatlonért. Ki az? Mádai Vivian, a TV2 műsorvezetője, szeretettel üdvözlünk téged! Szia! Örülünk, hogy itt vagy! Én köszönöm a meghívást nektek, jó itt lenni veletek! Mi volt ez a diszkógömbös eset? Kaptál érte? De ha tudnátok, ugye a kisfiam nagyon szereti a műsort, meg követi azért youtubereket is, tehát nagy rajongótok. És hát amikor nem találtam ki, hogy Kemzozó van a diszkógömb alatt, akkor ne tudjátok, anya, a Kemzozót nem kitalálni, úgyhogy kaptam rendesen, de megmondom őszintén, eszembe se jutott, vagy nem is álmodtam volna róla, hogy Zozót lett a diszkógömb alatt, de gyorsan persze lefotózkodtam bele én is a végén, úgyhogy így kincsként őrzem a gyerek születését és Kemzozós közös fotómat, úgyhogy nagyon kiemelt helyen van természetesen. Minket is teljesen átvert. Én se hittem volna. Ügyes volt Zozó, hát olyan jól csinálta, én soha nem gondoltam volna rá, és jó hangja. Tehát meglepő volt, hogy Zozónak jó hangja. Nehogy felkérjük a közös zenénkre. A közös zenénkben részt fog venni. Jó, én meg itt adom az ötleteket, akkor bátok, nekem is fel kell iratkoznom, nem? Hogy akkor egyel még tudjam ezt a tábort. Hát, meg a kis fiadnak is. Szeretném remélem látni, hogy Daniknak kell hegedülnie? Igen, nekem egy hegedűs performance. Ezt meg kell néznem, hogy mindenki iratkozom fel, és meg fogom tenni, megígérem nektek. Így, főcím!